A műsor helyszínét a Fészek Művész Klub biztosította. Jó estét kívánok, Galambos Erzsi, a Bóta Café vendége. Hát mindannyian ismerik, tudják, hogy Operett Színházban volt jó ideig. Aztán átment a József Attila Színházba, azt mondta, hogy hát jókor kell tudni megsértődni. És igaza volt, mert a József Attila Színházban aztán bebizonyíthatta, hogy prózában is egészen kiváló, de hát változatlan ott is énekelt is, ha úgy adódott. És hát egy nagyon érdekes gyerekkora is volt, és egy nagyon érdekes felnőtt kora van, és nem csinált titkot belőle, hogy hát bizony elmúlt 90, ha nem is látszol annyinak. Köszönöm, jó napot kívánok, szervusztok, jó napot! Én ott voltam a 85. születésnapodon, a csak 85-en, hát ott össze-vissza körbe lettél ünnepelve. Elolvadtál, nem? Hát remélem, most utólag megtartjuk a 90. születésnapomat is. Igen, hát de jó lett volna még egyszer 85-nek lenni. Kérlek szépen, igen, abban tökéletesen igazad van, hogy jókor kell megsértődni. Én azt hiszem, olyan 50 körül voltam, 50 múltam el, amikor az Operett Színházba ment a Chicago, és ilyen kis pici melltartó bugyi, és egy ilyen hajszál vékony kis kombiné volt rajtam. És én azt mondtam, hogy ilyenkor kell eljönni, amikor még így néz ki az ember, és az a pici korona, ami rajta volt a fejemen, az továbbra is a József Attila Színházban megmaradt. Mert hogy féltél attól, hogy hát azért valljuk be, hogy a zenés műfaj az a fiataloké, hát a musical, amiért ugye te a Kossuth díjadat is kaptad, hogy ugye hát a musical magyarországi meghonosítását. Igen, igen, kérlek szépen. Az a fiatalok műfaja. De ebben én elkezdenék veled vitatkozni, igen? Hiszen azt hiszem 4 évvel ezelőtt, amikor még csak 86 és 87 éves voltam, akkor ment az Angyalföldi Ballada a színházban, mint a Balázs Fecó zenekarával. Igen, igen. Zenekarával, jaj, de hülye vagyok. Hanem a zenéjével mentünk. És akkor énekeltél először rockot, így 86 évesen. Igen, és rettenetesen megvoltam ijedve, és olyan édes volt a Fecó, odajött és azt mondta, hogy Erzsikém édes, neked ezzel olyan sikered lesz, mondom, Fecó, utánad, hát én azt se tudom. És ha hiszed, ha nem, azt mondta, hogy tanuld meg a hangokat, ami van, és utána minden próbán bejött is ő a stílusát, hogy hogy kell csinálni, és azt mondta, hogy itt jön be a taps, mondom, nálad, Fecó, nálad. Azt mondja, nem, nálad is, tökéletesen igaza volt. A szünet előtt is nagy jelenet volt az enyém, és sokszor az egész szünetet végig tapsolták. Ennyire igaza volt a Fecónak. És hát azóta is büszke vagyok, hogy hát azért én egy eléggé ciki, leragadtam még a Beatles-eknél, meg az Ella Fitzgeraldnál, tehát tudom, hogy mi van könnyű zenében, ami nem is olyan könnyű, hisz nekem nagyon-nagyon jó barátom volt a Aracki Laci, mert az én sógornőm, meg az Aracki Laci felesége, az Éva, az egy iskolában jártak, tehát 60 éve ismerem az Évát, és a Lacit is, amikor hozzám ment fele. Tehát én pontosan tudtam, és napi beszélgetésben voltunk, hogy mi a jó, mi a érdekes, kire kell odafigyelni. A mai napig is, amikor éjjel van ez a könnyű zenei összefoglaló, akkor megnézem csak azért, hogy tudjam, hogy majd az unokám kit fog szeretni. Az igaz, hogy nálad minden helységben mindenütt van egy tévé, mert igen, teljesen tévé őrült vagy? Hát nem vagyok őrült, csak először is szeretem tudni, hogy mi folyik körülöttem.
ezt a körülöttem úgy értem, hogy szeretem tudni, hogy mi van a világban. Tehát a CNN-t is nézem, a Magyar Televíziót pláne. Tehát van egy a konyhában, van egy a hálószobában, és van egy a nappali szobában. Tehát én úgy szeretek főzni. Vágó Istvánnak a WC-ben is van. Tényleg? Igen. Erre még nem gondoltam. Már tulajdonképpen Las Vegasban, amikor voltam a kaszinóban, akkor megkérdeztem, hogy és mennyi ilyen játékgép van, és azt mondták, hogy tessék körülnézni, és bementem a WC-be, és ott is lehetett nyomni. Szóval, na. Az egyébként egyre divatosabb, hogy most láttam épp a Báb Színházban, De több helyen, hogy a színházakban színházi plakátok vannak a WC-ben. Nem tudom, hogy te láttad-e már. Igen, nálam is színházi plakát van. Igen? Persze. És persze. Melyik? Hát te annyi plakát jött Chicagóba, nem Chicagóba, Kabaréba, a kalapos képen van bent, és nézek abba ugye most, a Sally nézek most, és éppen minap gondoltam, hogy most le fogom szedni, mert nem nézem vissza, amit régen csináltam. Mert miért? Hát most neked elárulom, mert nem nagyon szoktam róla beszélni. Nagyon rossz visszanézni, hogy milyen voltam. Igen? Igen, rossz. De mi a rossz, hogy fiatal volt, ha azt rossz visszanézni, vagy nem tartod magad elég jónak? Nem, te nem arról van szó. Soha. Én úgy mentem színpadra, amikor premier volt, hogy én ebben meg fogok bukni. Tehát állandó jelleggel saját magamat kellett meggyőzni arról, hogy nem fogsz megbukni. Tehát én nagyon sebezhető voltam, csak megtanultam azt, hogyha sündisznó a hátam, akkor nagyon nagy bántódás nem érhet. Tele voltam gátlásokkal, csak nem látszott rajtam, mert legyűrtem. Tehát ami azt jelenti, hogy amikor 10-et fordultam a színpadon, akkor azt mondtam, hogy más biztos azt várja, hogy 12 legyen. De ez a múlt, nem nézem, mert a Jóisten megkímélt attól engem, hogy irigy legyek a fiatalokról talán. Azért is, mert a lányom, ugye, meg az unokám is, ugye, hát a lányom Petrovics Eszter. Igen, az Eszter lányom, aki most fogja befejezni a Kodály 2-t. Február végén kell neki. Ja, na, február, március végén kell neki leadni az anyagot. A Zsófia unokám. Mert hogy ő tévés. Igen. És akkor a Kodályról. Igen, csinált Kodály egyet, aminek hála jó Istennek nagyon sikere volt. Még egy Erkel díj is bejött vele. Az unokám pedig 15 éves lesz most áprilisban, és kérdeztem, hogy Zsófikám édes, hát mit szeretnél lenni, ha nagy leszel? Színésznő? Vagy mi? Mama! Hát akkor is elájulok, ha ki kell menni az osztályba egy verset mondani. Szó se lehet róla. Ugye van az apja családjában a zongorista nagymama, az apja nagyon jól fotózik, az édesanyja a televízió munkatársa, van egy nagymamája, aki nem is egy olyan rossz színésznő, és mire jelentkezett? Biológia, kémia. Na puf, bele. Igen, tehát semmi. Na most azt kell mondani, hogy nálunk a családban próbáltunk nagyon-nagyon visszamenni. Senki az ég egy világon. Senki. Az öcsém az finom mechanika, Ivas Esztergályos volt. Hát most már nyugdíjban van, mert ő is 84 éves. De egyébként éves. Rád ez hogy jött? Mert nektek se volt otthon. Illetve hát dehogy nem, hát tulajdonképpen mégiscsak volt, ha nem is színpadon, de ugye a édesapád az Arizona hulató portása, a mamád meg az Operett Színházban jegyszedő. Igen, de tehát attól még ez a te, én akkor már, hogy mondjam, amikor apa, anya így tehát az anyám az 30, nem tudom, hány évig volt a szegénykém, amikor be kellett neki menni a színházba, ugye, és
pártfél órára kellett menni, és megkérdezték tőle, hogy hát Galambosné, mesélj el nekem, hol tartják a föld alatti szervezkedéseket, azt mondja az anyám, hát hol? Hát természetesen a föld alatt, szóval. Te, én azt hiszem, hogy amikor életemben először elkezdtem beszélni, már akkor is olyanokat mondtam, hogy primadonna, meg szóval... De azt honnan tudtad? Nem tudom. Na most a mi házunkban, mi laktunk a harmadik emeleten, és udvari lakásunk volt, Dembéczky utca 4, embertelenül nagy ház, és velünk szemben volt egy a negyedik emeleten, ahol Adriani Stone nevű világhírű steptáncosok laktak, akik például a férfi, az a Fred Astaire iskolájába tanított steppelni. Na most a nyilasok annyira megverték, hogy soha többé nem tudott úgy lábra állni, mert leverték a vesejét, szóval a gerincét, minden. És mi tudtuk azt, hogy ők, mert ugye olyan régen laktunk együtt ott, hogy akkor ő még járt ki külföldre, aztán megtörtént ez az óriási szemétség, és utána ő megtanított engem, azt mondja, gyere Bözsikém, megtanítalak téged steppelni, és most is ülve majdnem jobban tudok steppelni, mint állva. Tehát ő megtanított engem, és akkor mentem, minden nap mentem az Ernő bácsi, csak egy saffó, tessék megmutatni. Az micsoda? A saffó. Ez a saffó. Érted? Szóval, ha akarod, megmutatom még egyszer. Hát mutasd meg még egyszer. Ez a saffó. Na most, még talán most a 90. születésnapomat a József Attila Színházba tartjuk. Úgy hallottam, hogy május 22-én, igen, ez a pótszületésnap. Pótszületésnap, igen, mert akkor december 5-én azt mondtam, hogy el nem megyek sehova. Ide is maszkba jöttem, csak a közönség kedvéért, meg a hiúságom az, hogy lássák, hogy hogy nézek ki. Szóval ott még egyet azért táncolok, még egyet, nem is kicsit táncolni. Na, de mit? Tessék? Mit? Kérlek szépen a luxusvonatot. Ez a megy a lux, megy az, a lux, az, megy igen, a luxusvonat. Igen, éneklek egy Karádi dalt, úgy kezdem, és a legvégén meg azért megmutatom, hogy öregasszony, nem vénasszony. Mellesleg erre talán erre vagyok a leghiúbb, mert a pályát, három hiúságom van. A lányom, az unokám, a pályám. És a negyedik hiúságom az, hogy nem is bizonyítani, hanem azt, hogy ha valaki ilyen kort elért, mint én, persze a gének azok sokat segítenek, de nem kell öregasszonynak lenni. Nem kell öregasszonynak lenni. Én borzalmas, én optimista természetű vagyok, tudod, nagyon. És már többször elmondtam, hogy állandó levelezésben vagyok a Jóistennel. Tudod, és... És az, hogy mit csinál? Nem hát írok neki, írok neki... De nem tényleg, hanem nem, fejben. Írok neki egy levelet, hogy ne haragudjon, hogy zavarom, mert biztos rengeteg dolga van. De ha lenne egy olyan kérésem, én hívő vagyok, és tudom, hogy mindent el tud intézni, mert Atya Úristentől is megkérdezheti, hogyha lehetséges, akkor az örökké valóságot velem kezdje el, tisztelettel Galambos Erzsébet. Vagy tehát, már válasz? Hát te ide hallgass, én elég régen állok levelezésbe a Jóistennel. De mi ez, mennyi ezt, havonta vagy hetente vagy, hogy mennyiszer írod ezt meg neki? Hát gondolatban én minden reggel megköszönöm, hogy felébredtem. És hát még jelen pillanatban itt vagyok, tehát akkor nyilván van valami köztem,
és a meghallgatás közt. Szóval... Ja, mennyire vagy hívő? Én annyira vagyok hívő, hogy először is nem hiszem el, hogy akiket elvesztettünk, de most menjünk vissza Bach, Beethoven, vagy Toulouse-Rottweiler, vagy színjeim, tehát menjünk vissza költészet, irodalom, zenéhez, menjünk vissza. Én azt nem hiszem el, hogy azok csak úgy meghaltak, és utána soha semmi nincs. Én hiszem azt, hogy ezek így körbe vannak engem. Például... De csak ezek a nagyok? Nem. Tehát a volt férjemmel állandóan tárgyalok, anyukámékkal tárgyalok. De... Tehát, hogy mondjam neked, én úgy érzem, hogy ezekből nem vagyok templomjáró. Tehát nem az van, hogy elmegyek a templomba, és beülök a templomba, és én megyek, mert van egy olyan fogadalmam, hogy az új év első napját, ha akkor nem tudok elmenni, akkor addig nem megyek ki az utcára, míg az első úton nem egy templomba vezet. Aha. De a napi megköszönés, és megpróbálok, nem mindig sikerül, de megpróbálok úgy élni, hogy még gondolatba se bántsak másokat, mert tudom azt, hogy milyen rossz érzés, ha engem bántanak. Ahol megpróbálom, nem vagyok én egy szent ember, de ahol, ha lehet, akkor megpróbálok segíteni, megpróbálok elintézni dolgokat, ami másnak nem megy. Tehát így élek, te jössz. Az előbb beszéltél, hogy mondtad, hogy a férjeddel. Igen. Beszélsz, de hát neked három férjed volt, gondolom a Petrovics Emilre vonatkozik. Igen. A másik kettővel, tehát Nagy Attila szintén színész volt, Perlaki István. Igen, hát hála Isten a Perlaki István még él. Hála jó Istennek, éljen is nagyon sokáig. Szegény Attila meghalt, de miután ezek a házasságaim rövid ideig tartottak. A Petrovics Emillel azért 20 évig éltem együtt. Együtt éltük meg az Eszter csodálatos gyerekkorát, együtt éltük meg az unokám megszületését, együtt vigyáztunk rá, együtt dajkáltuk rá, annak, hogy mi elváltunk. De egy nagyon-nagyon jó barátság alakult ki kettőnk között, és tulajdonképpen még nem is volt olyan interjúm, ahol ne beszéltem volna róla, mert magát az elmúlást is rettenetesen igazságtalannak tartom. Mert ha én lennék az Atya Úristen, akkor azt mondanám, hogy mindenki addig éljen, ameddig akar. Meg amikor úgy érzi, hogy még nekem jó élni. És én, ahogy látom körülöttem, hát én ezt olyan, hogy az Emil 80 éves korában meghalt, vagy 81, mert pont 10 éve, most 2000, nem, pont 10 éve. Van. Igen, pont 10 évvel, most már ebben az évben 11, de tavaly volt 10 éve, hogy meghalt, hogy... És akkor ránézek az unokámra, és eszembe jött, hogy Istenem, ha ezt megélhette volna. Amikor az ő Steinway zongorája tanulta, mert járt a Farkas Ferenc zongora iskolájába, és így játszott a kis kezeivel, mondom, Istenem, hogy ezt nem tudtam megélni. Nagyon-nagyon-nagyon sajnálom. Egy számomra nagyon sok mindent jelentett, hát... Ezt már nagyon sok, azt hiszem, lemerült. Igen, hát ő jeles zeneszerző volt. De neked is azt hiszem elmondtam, hogy amit tudok az irodalomról, festészetről, költészetről, azt én mind tőle tanultam. Nagyon-nagyon-nagyon
szerényen és vezetett engem arra az útra, hogy mit olvass el, mit, hát azon kívül a baráti kör. Igen, hát egy hatalmas baráti hatalmas kör volt. Ki voltak benne, na már dadogok is. Hát nagyon nehéz felsorolni, de a Nagy Laci nagyon jobban, hát a legjobb barátja, igen, a felesége is költő volt. Hát együtt voltunk a Szigligeti Alkotóházban, minden. A Gál Pista, az filmrendező. Szabó Pista. Szintén. Heti barátság volt, és az Örkény Pista, de ez heti barátság volt. Tehát minden héten így összejöttünk mi. Tehát egyik nap a Szabó Pistánál, másik nap a Gál, és a Pernyi a zenekritikus. És ehhez aztán később hozzátartozott, amikor az Emil kezdett a főiskolán tanítani, akkor a Major Tamás, és ültünk a Pernyén, a konyhában. Pernye András, igen, zenekritikus. Ültünk a konyhában, a ládán, és fazékból ettük így a bablevest. Tehát azon kívül most tudom, hogy a vendégeit közt lesz a Szinetár Dóra, de hát a Szinetár meg a Petrovics azok ilyen barátságban voltak. Még most a születésnapján. Mint a Szinetár Miklós. Igen, Szinetár Miklós és a Petrovics. Hát én a Szinetár Miklós alatt voltam a Petőfi Színház tagja is. És hát tényleg a Miklóst csak imádni lehet. Csak imádni lehet. Nincs olyan, amit az ember kérdez tőle, hogy ne tudna válaszolni, és az egész lénye, a csak jó energiát sugároz, és ez olyan ritkaság. Olyan ritkaság. Én még nem hallottam, hogy ő irigy lett volna, vagy ezért nyugi, semmi, nem kell. És úgy tud dicsérni. Emlékszem, hogy jöttem le a lépcsőn, és mondom, Istenem, most mit fog mondani a Miklós, amikor lejövök a hét pofomba, mi az Isten fog mondani? És erre azt mondja, Erzsi, így még színésznőt nem láttam lejönni a lépcsőn. Na ennél jobb a világon nem kell, hogy így dicsérjen. Na most, amikor ez is nagyon-nagyon jó barátság volt. Mert amikor megszületett a Dóri, akkor mentünk oda, néztük, meg vittük aztán már az Esztert. Na, ennyi a... Miről beszélgessünk még? Hát még egy kicsit a Petrovicsról azért beszélgessünk, mert ugye ti 20 év után váltatok el. Igen. Aztán nyilatkoztad, hogy ez úgy történt, hogy megláttál egy csokorvirágot, és akkor rákérdezted, hogy ez kié vagy kinek akarja elvinni, és ő azt mondta, hogy hát ha ez bánt téged, vagy nem tudom pontosan, hogy volt, akkor add be a vállópert, és erre te beadtad. Tehát, hogy ez ennyire így. De teljes hülyesége. De hát ezt én olvastam. De tudom, de teljes hülyeség. Itt van nálam. Igen, ezt én mondom, de hát nem hülyeség, ilyen nem. Ja, hogy te voltál, nem az hülyeség, amit én mondok, hanem te voltál. Nem, persze. Hát már vagyok annyira őszintő, hogy nem mondom ezt, hogy hülyeség. Nem, teljesen. De mitől kattanhattál így? Féltékenység. Féltékeny voltam. És volt alapja? Nem tudom. Én hogy mondjam, nem nagyon kutogattam én ő utána, mert az ember, ameddig meg nem égeti magát, addig azt hiszi, hogy én a spanyol viaszkot, aztán én vagyok a legklasszabb, én ilyen vagyok, olyan jó vagyok, amelyen aztán Gina Lollobrigidát is megcsalták, tehát hogy mondjam, és akkor nem tudom, szóval annyira felhúztam a De hogy fogtad, nem is beszéltetek erről, és fogtad magad, és másnap beálltad? Igen.
hogy igen. Eszelő. És utána több ügyvédnél voltam, és senki nem akart elválasztani végül, egy talán. De amikor elváltunk, akkor azt kérdezte a bíróasszony, hogy mik az utolsó dolog, amiről most úgy itt a bíróság előtt szeretnének megbeszélni, szeretnék. Mondom, mikor jössz haza ebédelni? Tehát, szóval mi nagyon jó hangulatban, utána elmentünk együtt nyaralni, nagyon jó hangulatban váltunk el. De aztán 20 évig nem beszéltetek. Hát 20 évig éltünk együtt. Igen. Hát nagyon sokáig nem beszéltünk, de az Eszter esküvőjén kibékültünk, és attól kezdve nagyon-nagyon-nagyon jó barátságban voltunk. Tényleg nagyon jó barátságban voltunk. Neki mindig volt élettársi viszonya, barátnői viszonya. Én nem, mert én tulajdonképpen mondhatom azt, hogy ez alatt a 20 év alatt nem egyedül, de mégis egyedül éltem. Túl Emil után tulajdonképpen nem lehetett olyan magasra tartani a mércét. Aha. Tehát, hogy mondjam... Szóval megszívtad rendesen, komolyan, ilyen de profánul. Hogy, igen, de ennek a... Ennek én nem vagyok, soha nem vagyok magányos. Tehát, hogy mondj, először is ott van a család, már másodszor is, most már nem, de hát óriási ebédeket adtam barátoknak, tehát hozzám minden vasárnap jöttek csapatosok, és embertelen mennyiséget játszottam. Hát egész büszkén mondom azt, hogy én vagyok a második, aki 62 televízió őskorától, amikor még így belógtak a mikrofonok, a Bodrogival csináltunk egy jelenetet, egy énekes, táncos jelenetet, és még a zenekar is bent volt a... És még élőben ment. Hát élőben, hát az a korszak volt, amikor reggel a televízióban, jó reggelt, Kádár Eftárs, tudod, szóval... Jó reggelt, Kádár Eftárs, ez hát mi? Mert alig volt televízió, csak neki. Ja. Ja, annyira korán, igen. Igen, tehát mi már akkor a Bodrogival ott adtuk magunkat, és rengeteget televízióztam, és amíg az Operett Színházban voltam, csak prózát játszottam a televízióban, majdnem. Hát amikor a József Attila Színházba kerültem, akkor meg csak revüket, sanzonesteket, operetteket, musical, szóval... Hát engem nagyon-nagyon elkényeztetett a televíziót. Én nagyon sokat televízióztam. Nem volt ez neked onnan hát az egy szob, ugye egy szobába laktál valaha az egész családban? Nem egy szoba. Nem? Nem. Két szoba összkomfortos, nagyon szép lakásunk volt. Igaz, de nem, még úgy... a gyerekkorodról beszél. Ez a gyerekkorom. Gyerekkorod? A Dembenszki akkor... Strasse 4, hülye, igen. Hülye. Harmadik emelet, 42. Na, de hogy akkor is, hát, hogy nagyon szegények voltatok. Estimmel. Az se igaz, hogy krumplit pucoltál. Pékségbe dolgoztam, minden reggel 5 órakor. Igen, 5 órakor mentem el a pékségbe, és iskola előtt triciklivel kihordtuk a tejet és a pékségbe. És a tejet még ilyen papírizébe volt ledugaszolva, és akkor föl volt írva, hogy mit tudom én, Dembenszki utca 4, harmadik emelet 42, akkor én felszaladtam, a zacskót fel a péksüteményt a kilincsre, a tejet le a földre. Ez volt az iskola előtt minden áldott nap. És vasárnap délutánonként meg jártál, meg 20 fillérért becsöngettem, bekopogtam, hogy nem kell, hogy elmosogassak? És akkor megnéztem, mit tudom én, 2-től 3-ig a Fred Astaire egyszer. Igen, akkor fél abból a pénzből ott volt az úgynevezett virsli mozi, ahova igen. Az ilyen hosszúkás volt. Hosszúkás, gondolom. És egy pad volt előtte, ami 20 fillér volt, nem a székek. Tehát nem a normál. Hát oda volt az, amikor annyira szerettem moziba járni, de annyira, hogy szegény, világtalan nagymamát elvittem a moziba. Ezt most nem mondod komolyan. De komolyan, akkor kaptam ki életemben először és utoljára egy akkora frászt adott az apám.
Azt mondta, hogy maradj itthon, ők bementek ugye az Operett Színházba, az anyám mindenki, maradj itthon, és vigyázz a nagymamára. Maradj itthon. És én meggyőztem a nagymamát, hogy megy a Férfi Hűség a Damjanics moziba, és én elviszem őt a moziba. Most szegény, ugye amikor már bent ültünk, akkor nem tudták, hogy a világtalan nagymama. Ugye? De nem mondtad neki közben, hogy mit történt? Apukámnak meg anyukámnak? Nem, a nagymamának, amikor ott ültetek a moziban. Hát de hát akkor ő mint egy rádiójáték hallgatta a Férfi Hűséget, de hát normális az, hogy elviszem a világtalan nagymamát a moziba, és az apám is azt mondta, hogy meg vagy őrülve. Hát hogy jut ilyen eszed, hogy a világtalan nagymamát szegényként, hogy elviszed a moziba? Hát igen, annyira szerettem. Hát mondom, hát azóta is utálok mosogatni. És akkor eltállott a Fred Astaire, meg kiket néztél, és akkor akár... Ginger Rogers, és imádtam a magyar filmeket. És leloptad a táncokat? Igen. Otthon akár hát, gyakoroltad? Fogtam, és akkor kimentem a foajéba, ameddig ugye befújták a mozit, meg felsöpörték a patogatott kukoricától, és akkor én ott kint addig... Ja, hogy már ott a moziban? Hát persze, már ott a moziban csináltam, és hát az egész ugye, hát Ginger Rogers, meg Ezek a Jane Kelly-vel is, hogy voltam, Istenem, hát egészen ájulásig, a mai napig az összes Fred Astaire film megvan nekem videón. Szóval amikor nem tudok aludni, akkor beteszek egyet, és úgy nézem, nem magamat, mert van amikor, de én a magamat nem nézem, ezt se fogom végignézni. Tényleg? Igen, mert hát ha olyan van benne, ami nem tetszik, és akkor úgy tudok dühöngeni, hogy minek kell nekem ez az egész. Ez hogy néz ki, amikor te dühöngsz? Tehát elnézed, és akkor mit csinálsz? Elkapcsolom. Ja, és megy föl a pumpa, és netán nem, még... de azt mondom, hogy hát kell ez nekem, hogy nézzem ezt, hogy Jézus Márián. Hát képzeld el, hogy ment a tévébe a Piros Karavánból részlet. De én azt nem tudtam, csak bekapcsoltam, és én úgy tanultam is, hogy háttérzaj legyen. És kint vagyok a konyhában, és akkor még nem kapcsoltam be a konyhai tévét, csak hallom, hogy mondom, ez a Piros Karaván, cefetű jól énekel ez a nő. És bemegyek, és én voltam. Na, ez volt az utolsó, amit megnéztem. A ízét sem néztem meg, pedig azt mondják, hogy az nagyon jó volt a Angyalföldi balladában a rock'n'roll. Az nagyon, nem tévében láttam, hanem ott a színházban, de az nagyon jó volt. Hát köszönöm, az, amikor, figyelj, te tudtad ezt, hogy egy jelen, ugye talán az utolsó, hogy ez volt az utolsó, vagy a Veszek egy éjszakát? A Veszek egy éjszakát. Az volt a legutolsó. Volt egy zicser jeleneted? Igen, egy. Egy? Egy komoly. De utána te vitted azzal el a Tejföld, tehát aztán a megkállásra neked volt a legnagyobb sikered. Az, többiek végig melózták az előadást. Többieknek is... Hát most ezt kell neked mondani. De nem többieknek kell. Többieknek is sikerük nem, volt, de nem de kell neked nálad, mondani. Igen. Ha hiszed, ha nem, én abba a Veszek egy éjszakába belepusztultam. 200-ra felment a vérnyomásom. Ugye, mert a József Attila Színházban van sugó, de van a díszlet, és a ügyelő mellett ül egy sugó, és... Igen, mert már megszüntették a sugójukat, kivéve az operaházat, ott mind a mai napig beteszik középre. Szóval most olyan, hát most hogy mondjam, annyira izgultam, de különben is izgulós vagyok. Annyira tud, én utáltam a premiért után, én próbálni szeretek, amikor nincs felelősség rajtam. De ugye én öregszem, a közönség meg egyszerűen nem veszi tudomásul. Ő ismeri a Galambos Erzsit, és úgy akarja látni, természetes. Én is úgy akarom látni, mert éppen minap néztem a Brad Pittet, és mondom, ez a Jézus Máriam, hogy megöregedett. De az emberben úgy van, ugye, most a közönségben pedig egyszerűen miután
A szakmának is természetes, hogy meg akartam felelni, de elsősorban önmagamnak. Másodszorban, ami minden színész számára a legfontosabb, hogy a közönség. Hogy a közönség, akivel én tényleg jóba voltam, ezt az ember a piacon, meg a szupermarketben, meg a közértben. Múltkor mentem a piacon is, ha már így öregen, és azt mondja, jaj, megismerem a hangját, fogadjon el egy almát tőlem. Na most ez a legnagyobb gázsi, ami létezik, tudod? Szóval, hogy fogadjak el tőle egy almát. Veszek egy éjszaka, az minden egyes alkalomkor, amikor kijöttem a színpad, belehaltam. De hát hála Jóisten ezt nem vette észre. Hát mert olyan intenzitással csináltad egyébként ezt az egy jelenetet. Igen, de az az egy jelenet, az embertelen sok szöveg volt. És az ember mindig egy ilyen halálfélelmem volt, hogy nem jut eszembe a következő mondat. És volt, hogy nem jutott eszedbe? Nem. Tudod, hol nem jutott eszembe? A My Fair Lady-be, az Operett Színházban, amikor még igencsak fiatal voltam. Ott nem jutott eszembe a Ascoti képnek, csak egyre tudtam koncentrálni a legvégére, hogy emeld azt a fene nagy vizédet. Mindenki sugott, és jött egy ilyen zárlat, és egyre koncentráltam, hogy tudtam azt, hogy arra megy le a függöny. Hogy itt nekem ez, ott, nem, de ez is, hogy hát mondhatnám azt, hogy megsínlette a szívem ezt az egész. Hát azért 75 évet lenyomni az sok. Hát igen. Majdnem minden nap játszani. Nyáron ugye játszottam állandóan a Városmajorba. A József Attila Színházban, még a József Attila Színházban játszottam, amikor már a Városmajorban játszottam még, és nyáron meg a színházban mentünk tájolni, ide, oda, amoda, tehát a nyár se volt színház. Hát, meg hát a vidéki élet is, nyáron ugye, amikor Kecskeméten voltam, akkor Baján voltunk. Az a pályád eleje volt. Igen, 54-től 62-ig. Akkor jöttem fel a Petőfi Színházba. Az álmaim színháza volt. Hát mert az zenés színháznak, én csak aztán annak nagyon hamar csúnya vége nem lett. Csak zenés volt, de főleg de, azért. De, hát ugye az egyszerűen három éjszakát első magyar műzikert is. Most meg kell mondani, sokan megkérdezték tőlem, hogy az Operett Színház, ami egy hatalmas nagy színpad, és tőlem valaki azt kérdezte, hogy nem rossz, mert az Operett Színházban így csapodik össze a függöny. A József Attila Színházban meg így, ugye húzzák a függöny. És komolyan mondom, és ezt talán nem is hiszik el, na most a szívem csücske az az Operett Színház. De ahol nagyon jól éreztem magam, első perctől kezdve a mai napig, az a József Attila Színház. No, beszéljünk akkor mindkettőről. Hát az Operett volt az ugye az első fénykorod, tehát ott aztán tényleg főszerepek tömkelege, és hát nagy színészek, hát az előbb mondtad Bástil hát, Lajos. Hát a Darvas Iván például a Man of La Mancha-ba. Igen, a La Mancha lovagjában. Igen. Volt a partnered, igen. De hát te még játszottál a Latabárra. Honti Hannával. Feleki Kamillal. Inkább arra kell koncentrálnom, hogy kivel nem játszottam, tudod? Mert maga a tévéjátékokban olyan színészekkel jöhettem össze, például, hát hol találkoztam volna én a Gobbi Hildával, vagy a Tolnai Klárival? Nekem a Kismanyi volt az eszményképem, a Kismanyival, a Somogyvári Rudolfal, a Márkus Lacival, imádtam vele együtt játszani, és Petes. Szóval nem is tudom neked felsorolni, mert ugye Bárdi Gyuri, Szilágyi T. Szóval akivel lehet, hát hogy mondjam, színpadon,
akiért mosogattam, nem tudom én hányszor, a Jávor Pál hazajött Amerikába, és a mostani Pesti Színház, az a Bartók terem volt. A Mátrai Beteg Béla volt ott a főszere, az a nagyon híres újságíró. Hát újságíró. A Mátrai Beteg Béla volt akkor ott az igazgató főrendező. És a Jávor, amikor hazajött... Tényleg? Igen, a Jávor, amikor hazajött Magyarországra, akkor ott rendeztek egy spanyol darabot, amiben Jávor volt a főszereplő, a Sütő Irén, meg én, egy ilyen spanyol darabot. És ugye, hát a Jávor már eléggé szegényként megtörtem, meg betegen is jött haza, de a kisugárzása ugyan az volt, hogy szünetbe, uraim, hölgyeim, de a műszaktól kezdve az Anna Espresso-ba beülünk, mit isztok, mit esztek, amit csak. Tehát, hogy mondjam, ugyanaz a... Hát ez az úri ember, az akit a nagy stílű, hogy mi... Szóval, hogy mondjam, szerintünk a Gázsiának a háromszorosát ráköltötte, szóval, hogy mondjam, nagyon ilyen tekintetben mondhatom azt, hogy nagyon szerencsés életem volt az, hogy megadatta azt, hogy csupa nagy emberekkel, nagy színészekkel, nem nagy emberekkel, az nem érdekel, nem színészekkel játszhattam együtt. És olyan, ugye amikor a tánckarban voltam, akkor állandóan azt figyeltem, színpalak, gyorsan felöltöztem a következő tánc ruhájába, és néztem, hogy játszik ez, hogy játszik az, és állandóan figyeltem a fiatalabb színészeket, mondom, hát ha valaki megbetegszik, és akkor én helyett, Hladkiérit meg is betegedett, na, és én beugrottam helyette. Ezt nem meséltem én neked? Nem, miben? Én a nyolcadik osztályban, amit a Brody Tamás írta a zenéjét, kérlek szépen, Fényes Szabolcs volt még akkor az igazgató. És egyszer csak én a tánckorban voltam. Hladki Edit, Latabár Feleki, Csikos Rózsi, Gombaszögi Ella, nem tudom. Szóval egy szóval olyan csoda csapat volt. És kérlek szépen, otthon vagyunk, és szól a telefon, és... A titkárnő telefonál, apám fölveszi a kagylót, itt a Fővárosi Operettszínház titkárnője, a művésznővel akarok beszélni, most az apám így felúszta a szervezni, Böske, telefon! És az anyám meg azt mondta, ugye hát aki ott volt az Operettszínházban, kislányom, mit csinálta? Ki fognak rúgni a színházba? Hát én akkor is már én tartottam el a családot, ugye, és... Azt mondta a Szabolcs, hogy jöjjek be, és akkor bementem, és mondtam, hogy tessék parancsolni, igazgató úr, mi a bűnöm? Azt mondja, megbetegedett a Hladki Edit, és hát a következőt mondta, te vagy annyira szemtelen, aki fogod és estére megcsinálod. Tűnik az éneket, táncokat tudtam. Na most a szöveg, az be lehetett vágni. Na most csak az volt a baj, hogy a Hladki Edit egy ilyen 180-szor, fölvettem a iskolai rakott szoknyát, és idáig jött nekem a rakott szoknya. Na most kijött, és kérdezte a Szabolcs, hogy mik az igényeim. Na most én, nekem fogalmam sincs, hogy ez pénzről szól. És azt mondtam, hogy a sztáröltözőbe szeretnék öltözni, és azt mondta az apám, hogy olyan hülye vagy, hogy ilyet a világ nem szűr. És akkor a tánckar, kérlek szépen, állandóan bekopogott az öltöző. Művésznő, április 1-e volt, lent van a Hladki Edit, belettél húzva a csőbe. Na most én tudtam azt, hogy nem, mert a Fényes Szabolcs, hogy én a kis tánckari patkány, engem a Fényes Szabolcs felhívjon, hogy a Hladki Edit beteg lett. Na most meggyógyult az Edit. És borzalmas rendes volt, mert azt mondta, hogy ne menj úgy vissza a tánckarba, a többiek, de az én szerepemnél én elmondom a prózát, a fele éneket, és a másik fele éneket te is táncold el. És akkor volt az, hogy azt mondtam, hogy a tánckaros életemnek vége.
Aztán fölmentem a Fényes Szabolcshoz, akivel tulajdonképpen azóta jött. Nincs olyan Fényes Szabolcs darab, amit ne én játszottam le. Én az összeset eljátszottam. Ami létezik, Fényes Szabolcs, én azt minden játszottam. Vagy vidéken, vagy Pesten, de minden játszottam. És mondta, hogy tessék, mert ő is már úgy hívtak otthon, hogy Bözsi, azt mondja, na Bözsikém, mi a probléma? Hát mondtam, hogy kedves igazgató úr, nekem most már a tánckarból elegem van, most már szerepet szeretnék kapni, és erre. És úgy láttam az arcán, hogy úgy végigmegy, azt mondja, Honti, Feleki, Rátonyi, Zentajan. Hát hát mi egyszer beugrott, és azt mondta, hogy hát nagyon sajnálja, de nem áll módjában. És akkor volt egy ilyen blüet-szerűség a Royal Revue-be, ami most a Madách Színház. És én ott jelentkeztem. És felvettek engem ott szólótáncos női és kis szerepekre való színésznőnek, ahol is, mint a tánckarba, együtt táncoltam a Verebes Pista édesanyjával. Tudod, hogy az milyen nő volt a Verebes Pista? Nem, bevallom. Gyönyörűséges, idáig ért a lába, vörös volt, és az a szép vörös izé. Na, a Royal Revue-t aztán államosították, tudod? És a Karádi Béla lett az igazgató, és akkor minden egyes műsort, amit csinált az be kellett mutatni az ilyen tanácsnak, olyan tanácsnak, párt 1, párt 2, párt 3, párt 4, párt 5, és egy egész egyen 20-25 tagú bizottság jött ki, hogy a pártnak megfelele ez a, hát nem éppen ez a revi műsor, ugye, ami hát nem nagyon örültek neki. És akkor a Farkasvert, a Vértes Klári meg én csináltunk egy olyan számot, egy blüett számot, ami három a magyar menyecske, írta Halász Rudolf. Na, Bugyinak nem volt szabad, körömlak nuku, és ideig érő feszes alsószoknya volt, hogy még a térdünk se látszódjon ki, mert az erkölcsök az nem mehet. Na, vége volt a műsornak, akkor mondta a Halász Rudi, aki írta az egészet, hogy ez biztos nem megy tovább. Na, följöttek az elvtársak, kérlek szépen, széthúzták a függönyt, és mi ott álltunk, mondom, hát akkor most nincs kereset, nincs pénz, mert ugye napi gázsit kaptunk. Végem van, abból élünk, amit anya keres, akkor már az apám beteg volt. Utána még élt nagyon sokáig, de akkor éppen nem tudott dolgozni. És egyszer csak följön a fő elvtárs, ugye, tökik szürkébe, és azt mondja, hát elmennek a műsorok, egyet kell kiemelni elvtársak, mégpedig ennek a három elvtársnőnek a műsorát, ez kell elvtársak. Ez kell a magyar dolgozó népnek. Három ilyen tűzről pattant igazi magyar menyecske, és erre megszólalt a Halász Rodisznya. A Fuchs, a Wertheimer és a Grünbaum. Igen, hát három zsidó. Kérlek szépen. Te félig meddig mondtad, hogy édesapád? Van valami beütés. Van valami beütés. Természetesen az ember utána néz, beütés van, apai részről, beütés van, de ami nagyon jó, mert attól vagyok ennyire tehetséges. Hogy keverednek itt. Akarsz még játszani? Akarjál. Te, hogy mondjam, a Mici nénit játszottam, 2 évvel ezelőtt, március 12-én, és másnapra bezárták, tehát akkor volt az, hogy One Színház, és én azóta nem játszottam. És nem tudom azt, hogy mert a Mici nénit is leveszik a műsorra, lesz egy búcsú előadás.
és nem tudom, hogy fizikailag, lelkileg fel tudom-e azt nyújtani, amit két évvel ezelőtt. Hisz nagyon sok kollégám panaszkodott arról, hogy újra kell megszokni a színpadot, mert nagyon sok hónap kimaradt, ugye? És nem a rutin, hanem hogy bemegyek a színházba, ott vagyok a színházba, az öltözőbe, az, hogy sminkelem magam, az, hogy földobálom a lábaimat előadás előtt, hogy a hangomat kipróbálom, hogy minden. Ez kimaradt, ugye? Maradt a rettegés, maradt a önkéntes karantén, meg minden. Nem tudom, hogy tudom-e, de előtte való héten lesz a születésnapom, ahol lesz... Ha nem akkor lesz, akkor ünneplik meg. Ja, nem, igen, de igen. December 5-én születem, akkor ünneplik. Hát nem tudom, megkértem az igazgatómat, a Nemcsák Károlyt, hogy legyen készenlétben az, aki helyette meg tudja csinálni. És mert... És netán új szerep? Nem, az már... Te ide hallgass, nincsen. Hát mondjál 90 felüli egy szerep. Ki ír egy 90 felüli, aki mit tudom én a színpadon... Makai Margitot láttam 92 évesen, Karinti Ferenc, én is láttam. Szerintem jó volt. Suktak neki már a telefonban. Mindenbe suktak, szóval, hogy telefonban, mondjam. De mert ugye egy ilyen telefonos beszélgetés. Én ezt nem én különben meghalnék attól, hogy szegény. Még ettől a kis tánctól, amit táncolni fogok, tudod, ettől is mondom, Istenem, csak nem azt mondják, hogy ez az öreg asszony mit igrál itten, vagy mit csinál, szóval nem könnyű ez az egész, mert 7 órakor mindig azért megdobban a szívem, hogy most kezdődik az előadás. De ebben a 90-nel nem nagyon vagyok kibékülve. A 80 lenne most akkor, vagy 85, amikor lehetett. Nekem nem csak emiatt, hanem ez az egész Covid, ez pontosan betett, de nem csak nekem, hát az, hogy 2 évig nem mehettem színpadra, meg... Most megint félek, de hát, mert azt hallgatom minden nap, hogy mi van, meg hogy van. Eleinte még azt mondtam, hogy hogy otthon kell lennem, mit tudom én most, saját magamat. Nem megyek ki az utcára, nem megyek emberek közé, nem ölelem meg a gyerekemet, nem találkozunk, hanem ugye mind a két születésnapom úgy zajlott le, hogy a Nemcsák Károly most, december 5-én az egész társulatot volt, és énekeltek nekem. Szerenádot adtak, igen, neked ottan, igen, a lakásnál. De képzeld, hogy a teljes társulatot volt. Reggel 10 órakor, hát úgy bőgtem, mint egy állat, érted? Szóval, és szóval attól is rettegek, hogy eszembe jut-e a szöveg, vagy nem, mert ez minden idősödő színésznek az, hogy ja Istenem, nem jön-e, erről már beszéltünk az előbb. Nem tudom, nem jó ez a 90. Annyit mondtam az igazgatónak, hogyha olyanra szüksége van, hogy bejövök, végigmegyek a színpadon, és azt mondom, hogy jó napot, és kimegyek boldogan, nem is kell fizetni érte, azért azt bejövök. Mert be tudok menni, remélem, hogy holnap is, érted? Bejövök, és de azt, hogy felelősséget vágok azért, mert nem csak magamért kell, ha egy rossz végszavat adok. Na most azért lehet úgy játszani, hogy itt van a kis... Na de hát az nem én vagyok, az nem jó, nem jó. Még egy kérdésed van? Lenne.
De na, vége a műsornak. Na jó, van akkor. Köszönöm, hogy jöttél. Nagyon jól éreztem magam. Meg kell neked mondani, reggel egy kis gyomoridegességem volt, mert már ettől is félek, hogy miket fogsz kérdezni, tudok-e rá válaszolni, vág-e az agyam, nem vág az agyam. De hát most azt hiszem, hogy nem fog bennem csalódni a közönség. Hát én is úgy hiszem. Még egyszer köszönöm, és önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket. Galambos Erzsi volt a Bóta Café vendége. Viszontlátásra!